MS-ét lassúsága jutott a heti döntőbe. András megnyomta! András nyomta meg! Hajszállal egyszerre! Napi 6 játékos 6 héten át küzd meg a biztos 50 milliós fődíjért. Ez a Poker Arc. Stúdiójában köszönti önöket a két műsorvezető, Vágó István és Sebestyén Balázs. Nagyon szépen köszönjük, jó estét kívánunk. Itt a Poker Arc. Így van. Helyesebben itt van két Poker Arc. És mindjárt jön másik 6 kiváló Poker Arc, akik közül ma biztos, hogy valaki elvisz 2 millió forintot, és egy határozott lépést tesz annak érdekében, hogy esetleg ő legyen öt a szuper döntőben, ahol már garantáltan valaki elvisz majd 50 millió forintot. Oh! Igen. Ha még nem mondtuk volna. De olyan jó kimondani, olyan jó kimondani. Ez a játék se kezdődött másként, mint az összes többi. A hat játékos már találkozott egymással, és ott már elkezdődött egymás puhítása. Különböző dolgokat állítottak magukról, melyek vagy igazak, vagy nem. Elkezdődött a blöffölés, aki ezen átlátott, már egy lépéssel tovább ment. Ott voltak a kamerák is. Szüleim szerették volna, ha jogi vagy orvosi pályára lépek, teljesen más csinálok. Most 2 éve online pókerből élek. És ebből meg tudsz élni a kártyából így? Igen. Kisugárzásod alapján nekem nagy nőcsábásznak tűnsz. Valóban így van ez? Szeretsz blöffölni, akkor végül is jó ügyvéd is lehetne belőled akár. Azt nem mondtam, hogy szeretek blöffölni. Jó, értem, akkor miért? Csak a tutit játszom meg. 3 legrosszabb tulajdonságod? Fúha, nincs olyan. Súnyiságot látok, tehát egy ilyen olyan simulékony. Amikor 9 éves voltam, elkezdtem hegedülni, és most egy amerikai multinál dolgozom. Mint? Mint tervező, beszerző. Súha tervező vagy? A termelésre szükséges anyagokat szerzem be. Te egy kis aranyos kis csaj. Eldobtad a hegedűt, nem akarom elmenni. Nem dobtam el, ott pihen a polcon. Milyen játékot szeretsz? Hát társas játékokat, amiben sok ember van. Rizit ellenfélnek tartom. Szívesen foglalkozom történelemmel, nyelvészettel. Mi ösztönzött téged arra, hogy jelentkezz erre a játékra? Szeretném megmérni magam. Szeretném megnyomni a pánikgombot. Mivel lehet téged kihozni a sodrodból? Hát ez nagyon nehéz. Nem haragszol, ha rajta leszek. Azért beszélsz el a játékban, mert még egy ilyen utolsó valami lehetőséget lát benne, hogy bizonyítson. A gyerekeim neveztek be erre a versenyre. A gyerekeid hány éves? 23, 15 és egy 21 éves fiam van. Két lányom van, egy 23, egy 15 éves és egy 21 éves fiam. Na, a végén csak sikerült ötletni. Azért csak sikerült. Mikor blöffölt utoljára életedbe? Rendszeresen kell. Erzsébetet érzem kicsit rám veszélyesnek. Villanyszerelőnek készültem. Jelenleg a hulladékgazdálkodásnál dolgozom, mint diszpécser. És valóban igaz az, hogy a villanyszerelők nem érzik meg a 220-at? Nem tudom, mert én megéreztem, úgyhogy ezért nem lettem villanyszerelő. A villany szerelsz, autót szerelsz. Nem, villany nem szerelek, csak szerettem csak volna. Igen. Meg mi a kedvenc autód? Hát most márkát igazából nem mondok, a kukás autókat imádom az embereimmel együtt. Egy kicsit a bizonytalannak tűnik számomra. Nem tudom, hogy ő belőle mit hoz ki a játék, mindenki másképp reagál szerintem. Megjártam a francia idegenlígót ezelőtt 10 évvel, de ez csak egy rövid szakasz volt, amit nagyon szeretek volna beszélni. Mi vitt oda? A Kaladvágy. Miért hagytad ott? És egyszerűen... Meguntam. Az idegen légióból nem lehet csak így úgy lelépni. Hát feketén jöttem el, már nem köröznek. És erre nem mindent. Köröznek? Nem, 2 évet voltam, 5 éves szerződésig köröznek. Ő nyuszi. Tehát őt nem tartom igazából nagy ellenfélnek, tehát kiismerhető. És köszöntsük a játékosokat itt a stúdióban!
tökéletes. Nagyon-nagyon határozottak. Valami lesz. Így van. Sok szeretettel köszöntjük Gabest. Itt van Erika, Loránd, Lizi, Miklós és Erzsébet. 8 kérdés hangzik majd el az első fordulóban. Egy jó választ 30 ezer forinttal jutalmazunk. Tehát 8-szor 240 ezer forintot viszel már az, aki minden kérdésre jól válaszol, és remélem nem így lesz. Itt az első kérdés. Melyik budapesti színháznál van föld alatti megálló? Az Operaháznál, a Víg Színháznál, vagy a Madách Színháznál? Föld alatti megálló a Magyar Állami Operaháznál van. Melyik olimpián vett részt utoljára versenyzőként? Egerszegi Krisztina. A 1992 Barcelona, 96 Atlanta, vagy 2000 Sydney? Utoljára Egerszegi, Atlantában versenyzett 96-ban, a B válasz volt a jó. Milyen nemzetiségű volt Kepler, a neves csillagász? Kepler dán, német vagy cseh volt? Kepler német volt. Melyik a legnagyobb terület az alábbiak közül? A. 1 hektár, B. 1 katasztrális hold, C. 1 magyar hold. A legnagyobb terület az A, 1 hektár. Hol nem széles nyomtávú a vasút az alábbi országok közül? Nagy-Britanniában, Finnországban vagy Spanyolországban? Ahol nincs széles nyomtáv, az Nagy-Britannia. Melyik ország területén található Fokföld? Így szól a következő kérdés. A. Argentina, B. India, C. Dél-Afrikai Köztársaság. A helyes válasz pedig a C volt, vagyis Dél-Afrikai Köztársaság. Mit jelent a fungicid szó? Azt, hogy gombakedvelő, gombaölő vagy gomba alakú? A fungicid azt jelenti, hogy gombaölő. Melyik európai trónörökös felesége argentin származású? A. Spanyol, B. Holland, C. Dán. Az utolsó kérdése pedig a B válasz volt a jó, vagyis Holland. Hát érdekes kérdések voltak, mi tagadás. A játékosok helyezését most megmutatjuk csak a nézőknek otthon. Miklós, Erika és Loránd között egyedül az idő döntött. Mindhárman 4-4 helyes választottak, így ők alkotják a középmezőnyt. Lizi és Gabesz állnak a tabella élén, és közöttük is holt verseny alakult ki, amelyben a hölgy gyorsaságával előnybe került. Erzsébetnek össze kell szednie magát, és egy jó blöffel meg kell vezetnie társait, ha maradni akar. Hát uraim, hölgyeim, érdekes forduló volt, nem kétséges. Gabesz arcáról próbálok valamit leolvasni, póker arca van. Egyelőre valóban, semmi nem látszik rajta. Mondjon valami jót. Hát én teljes mértékben meg vagyok magammal elégedve. A többieket így fürkészve, talán Miklóst látom, mint aki beletörődött a sorsába. Mi a sorsa Miklós? Te kiesse. Hát úgy gondolom, hogy ez még messzebb van. A kiesés? Igen. Nagyon helyes, ezt kell mondani. Bocsánatot kérek, Erika járt már a budapesti föld alattival? Nem. De azért sikerült megoldani, hogy az Operaháznál áll meg? Nem. Nem sikerült? Nem, nem sikerült megoldani. Én ennek a lánynak nem hiszek. Erika maga át akar minket verni. Nem, dehogy. Az igazat mondja. Úgy látod rajta? Csak igen? A hajára kell nézni. Hát szőke. Aha. Igen, hagyjuk már ezeket a szőkéket, hagyjuk. Már annyi szőkenő bizonyított rá, de jól úgy is van. Már nem hisszük el. Igen. Lórád, milyen volt a forduló? Nagyon gyenge. Gyenge. Na kezdődik. Na kezdődik. Én nem tudtam semmit, gyenge volt. De én esek ki, én nyomok. Egyet tudtam. Egyet tudtam. Ja, az argentin trónörökös. Pont azt. Pont azt.
font a fény, pont a semmelyiket nem. A föld alatti semmelyiket. Azt csak azért tudtam, mert jól tippeltem. Aha. Lorán, az a helyzet, hogy én még a kérdés felfogásáig se jutottam, mert mi volt a kérdés? Hát, hogy az argentinok kikkel szövetkeztek a... Na jó, nem. Na mondd, de nem, én nem értettem. Nem, az volt a kérdés, hogy a pacák, a dán trónörökös, nek a felesége argentin származású. Aha. Ez volt a válasz. A kérdés az volt, hogy ki ő. Értem. És hogy lehet ezt tudni? Hogy, ja nem, tippeltem, jól tudtam. Lizzy. Hát történelmi könyvekből lehet tudni, tanultuk. Miért szokta történelmi könyvekből? Hogy a mostani dán trónörökös felesége argentin? Persze. Ezt maga a történelmi könyvekből ki tudja olvasni? Hát a legújabb történelmi könyvekből, amik nem a... Aha, amelyet a... Éjjel-nappal történelmi könyvet olvas. Én lehet, hogy a bulvárlapokat hiszi történelmi könyvnek? Igen. Nem ilyen. Nem szürke. Én azt tanácsolom, lépjenek előre a pánik gombokhoz. Tapasztalat az, és ezt sokszor szoktuk mondani, hogy az első forduló végén általában nem nyom senki. Mert ugye azt mondják, hogy hatan vagyunk, hát csak nem én vagyok a legbénább, vagy az, aki a legkevesebbet tud, majd valaki nyom, vagy úgy is lesz valami. Aztán átmegyünk a másik szobába, ott még rettenetesen megbánják, hogy nem nyomtak. Gobesz, én nagyon rosszul ajánlom tudja, neked, tehát biztos, tanácsolom. Hogy nem. Tehát annyira látom, nem én lennék, ha most nyomnék. Biztos. Ha nem, kinek tanácsolja ugyanezt? Hát, szerintem Miklós, de lehet, hogy Lizzynek. Igen, Gabesznek érdekes arccal. Szerintem neki, szerintem is Lizzynek rájöttem. Kéne nyomnia. Lizzynek, Lizzy menjen el? Az ő érdekében, vagy a maga érdekében? Szerintem félzőt. Mindenki érdekében. Na jó, hát nem sokára eldől, 10 másodpercük van, hogy végig gondolják, úgyhogy kezeket a gombokhoz. És kezdődjék a biztonság. Hát ez már törvényszerű. Ez általában így van, igen. Ezért mondtam, amit az elején mondtam, hogy sajnos így szokott lenni. Gabesz, nem kellett volna megnyomni? Nem, úgy éreztem. Nem. Erika, ha újra kezdhetnénk, megnyomnál? Nem. Lórán, nem sajnálja ezt a sokat? De. Meg kellett volna nyomni. Kezdjük előről? Kezdjük. Most már nem? Így most már valaki 0 forintot viszont. Jöjjön velem Erzsébet. Drága Erzsébet, magával is az történt, mint sok pályatársával. Az első forduló végén nem nyom. Miért nem nyomnak ilyenkor? Úgy gondolta, hogy igen. Jobban sikerült? Nem gondoltam, tudtam, hogy rosszul sikerült. Konkrétan nem is tudom, tehát nem gondoltam, hogy ilyen stresszt vált ki egy voltam, mire tudtam választ, és mégis rosszat nyomtam. Igen, nagy stressz ott áll. Igen. Kiben bízott, hogyha maga nem, akkor talán ő megnyomja? Erika. Mert hogy? Mert azt gondoltam, hogy meg fogja nyomni, vagy Gabesz, akire tippeltem. Erzsébet, megmutatjuk a helyzetet, jó? A játékosok állását, és mondja el nekünk hangosan, hogy mit lát, jó? Okay. Na nézzük. Ajaj. Nem gondoltam volna. Liziből azért én kinéztem ezt. Tehát én az egyik esélyesnek tartottam őt és a Lórándot. Hát a Gabeszra végképp. Tehát ezt nem így tippeltem. Tehát tényleg van póker arca. Ez a 90 000 forint, ez nálunk marad. Hát... Csajna. Nos, hát öten
megnyugodhattok legalábbis egy kis időre, mert valakitől búcsút vettünk, ugye, de azok nem ti voltatok. Most azonban jön a második forduló. Ebben a fordulóban minden egyes jó válaszért már 45 ezer forintot lehet gyűjteni. Jó, győzzön a legjobb pokerart, itt az első kérdés már is. Melyik műveleti jellel jelölik a szemorvosok a rövidlátást? A. A plusz jellel, B. A mínusz jellel, C. Ezzel a jellel. A szemorvosok a rövidlátást a mínusz jellel jelölik. A B válasz volt a helyes. Hány éves lenne 2007-ben, ó Istenem, Freddie Mercury? Bizony már 56, vagy 61, vagy 68. Ha élne, 61 éves lenne, a B válasz volt a helyes. Melyik az a fa, melynek levelei élükkel fordulnak a nap felé? Ez a fa a majomkenyérfa, a kaucsukfa, vagy az eukaliptuszfa? Ez a fa az eukaliptuszfa, a C válasz volt a helyes. Ki írt naplót egy polinéziai szigeten szerzett élményeiről Noa Noa címmel? Benyovsky Moritz, Lord Byron, vagy Paul Gauguin? Ez a napló Gauguiné. Melyik sportág Európa és világbajnoka Béres Alexandra? A. A kickboxé, B. A tornáé, vagy a fitness világbajnoka Béres Alexandra? Ez a C. Ez a sportág pedig a fitness volt. A C válasz a helyes. Na hát akkor nézzük meg, önökkel együtt, kedves nézők, mert a játékosok nem látják, így állnak most ők. Élesedik a küzdelem. Erika tudását csillogtatta ebben a fordulóban és vezet, míg Lóránt három jó válasza csak az utolsó helyhez elég. Lizi egyet rontott és egy visszacsúszott a második helyre, de bosszankodnia nem kell. Gabesz összegben ugyanúgy áll, mint Lizi, de megint lassabb volt, míg Miklós annak ellenére, hogy csak egyet hibázott, veszélyes helyre került. Gabesz! Mit látok rajta? Tehát sokat nem változott az arc kifejezésed. Egykedvűen üldögélsz. Poker arc. Aki nem tudja a válaszokat, az mit csinálja? De jó, poker arc, hát végül is erről majd szól. Majd a végén kiderül. Így én van. Is egykedvűen üldögélnék, ha semmi nem tudnám a választ. Mikor tudod, ki volt Béres Alexandra, hogy ki ő? Egyáltalán, tehát képbe vagy? Igen. Igen. Igen, Miklós most nagyon jó mint a Rubin Réka, csak attól vastagabb. Szép! Már mint hol, Miklós? Hol vastaga? Azt hiszem, hogy minden méreténél. Én nem tudom. Hát, lennének kétségeim. Igen. Én meg összehasonlítanám szívesen. Igen. Na jó. Igen. Milyen volt a forduló? Jó, hogy teljesen jó. Teljesen jó? Igen. Kiváló? Igen. Könnyű kérdések? Vagy egyszerűek voltak. Egyszerű kérdések. A Halórán mondani akar valamit egyből Erikának, ahogy látom. Parancsolj. Persze, azt akartam mondani, hogy egyszerű volt a Béles Alexandra kérdés, de a többi az nem ment neki. De neki mondhatod, hogy nyugodtan egymáshoz beszélhetek abszolút. Mindig leste lesz. Csak a Béles Alexandrát tudtad, azt láttam. Neked is ugyanolyan jó lesz, mint nekem ezek szerint az eredmények. Nem, én kettőt tudtam, nem egy. Ne viccelj. Lizi, azt tudom, hogy a zenét kedveli, ugye ezt el is mondta a többieknek. Igen. Képzőművészettel hogy áll? Elég jól, azzal is. Igen? Hát minden művészet érdekel. Festészet, Gauguin. Igen. Meséljen, milyenek a képei? Hát szépek, de inkább Van Gogh-ot szeretem jobban, hogyha már így a kortársairól vitatkozunk. Igen? Igen. Miért? Számomra a színei, Van Gogh színei sokkal jobban megfognak. Szóval fekete sertéseket nem szeret egy képen. Aha. Nem szeretem az alakábrázolását. Meg kéne nyomni a gombot szerintem ott arra felé. Ebből következően? Igen. Igen? Lorand jobban ismeri Gauguin művészetét? Nem, erről nem nyilatkozok, de... De valaki nyomjon, de ugye? Meg csak kéne mehetett. Nyomni arra felé, én úgy érzem. Aha. Én is pont így érzem, hogy arra felé meg kéne nyomni. De akkor, bocs, nem vagytok képben festészetügyileg. Nem, mi nem vagyunk képben. De teljes mértékben. Lorand, te azt mondod mindenkinek magadon kívül, hogy nyomjon. Ugye? Nyomhatnak egyszerre is, nem zavar. Nem fog megharagudni senkire. Tényleg. Akkor azt mondod, hogy rajtad kívül mindenki bajban van? Nem mondtam ezt, csak azt, hogy nyomják meg azt a gombot. Aha. És ki van bajban szerinted, Lóra? Én.
te vagy bajban. A totális káosz, amit mondasz. Tehát nyomjon, de te vagy bajban. Szóval, hogy... Hát azért nyomjon, mert én vagyok a bajban. Na jó van, hát megnézzük akkor, hogy ki mondott igazat és ki blöffölt. Jó, derítsük ki, lépjetek előre a pánik gombokhoz. Lóránt, hát annyit beszéltél. Kinek tanácsolnád azt, hogy nyomjon? Valaki ez odafordul, az megszólít. De szólíts meg nyugodtan neki. Robeszton, nyom meg, mert láttam minden kérdésnél a fejedet, majdnem. Na mindegy. Biztos, hogy nem láttam, mert akkor nem láttad volna a saját monitorodat. Úgyhogy... Nem, a kérdések után néztem, hogy reagáltál, és szerintem nyom. Nem, hát most nem, csak rosszul most, látod, de jól reagáltam. Most nem löfölök, most tényleg nem. Komolyan, te érdekedbe nyom meg, és legalább hazaviszel 2000 forintot, az jó. Halálkamus amúgy az ember, látszik rajta. De az a helyzet, hogyha nem nyom senki, akkor te fogsz kiesni. Tehát én ezért mondom. De nem vagyok olyan biztos. Hát... lehetem szavazva. Hát én jót akartam. Neked ez a 4 másodperc még arra sem elég, hogy végigolvasd a kérdést. Igen, mond valamit a hölgy. Ezért mondjuk mi hangosan. Igen. Igen, még jó, hogy Vágó Jürit mondják meg. Igen. Na megnézzük akkor, jó, hogy ki hogy dönt. Kedves játékosok, kezeket a pánik gombhoz, és kezdődjék a visszaszámlálás. 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Hát, hogy itt kötélidegek vannak, az ez egészen biztos. Ez biztos. Kabesz, te vagy az, aki rosszul döntött, szerinted? Nem úgy érzem. Határozottnak tűnsz. Erika? Remélem, hogy nem. Lórán? Egyértelmű, hogy nem. Egyértelmű, hogy nem. Lizi? Én sem. Női érzésem, azt tudják. Miklós? Nem érzem úgy, hogy nekem kellett volna nyomni. Én megmondom, hogy kinek kell mennie. Balázsnak. Az biztos. És azt is, hogy kivel fog menni. Lórán! Na, mi történt, Lóránd? Valaki nyomjon, ugye? Tőled ezt az egy mondatot hallottuk, aztán most itt ülsz te. Nem blöföltem, mondtam. Vártam, hogy nyomjon valaki. Nem sikerült. Azt hittem, a lányokat meg lehet rendíteni. Nem sikerült. Aha. De nagyon rátszálltak. Miből érezhették szerinted, hogy baj van? Hol árultad el magad? Talán túl sokat beszéltem. Igen. Talán. Kíváncsi vagy a táblára, hogy álltok egyébként? Persze. Azért megmutatom neked, jó? Kíváncsi vagyok, mit mond a színe. Igen. Na, mit szólsz? Érdekes. Elég együtt van a mezőny. Hát igen. Sőt, 250 ezer lett volna. Tulajdonképpen te vagy egy picit lecsúszva. Igen. Mert Erika, Lizi, Gabesz, Miklós nagyjából körülbelül egy kérdési különbség. Tehát igazából nincs nagy előny. Erika 5-ből 5-öt csinált ebben a fordulóban. Gondoltad volna? Erika? Aha. Kinézted volna Erikából, hogy ennyire jó? Nem. 5-ből 5. 5-ből 5? Az jó. Azért az szép, nem? Ez teljesen jó. Teljesen jó fordulója volt. Ja. Lóránt, 255 ezer forint. Sajnos ez most itt marad. Meg kellett volna nyomni azt a bizonyos gombot. Meg. De ezt nem tetted meg, úgyhogy mindent elvesztettél. És kiestél. Hát azt kell mondanom, hogy egy elég jellegzetes személyiséggel lettünk szegényebbek, de gondolkozzunk inkább pozitívan. Beszéljünk arról, hogy egy jó válaszért most már 60 ezer forintot lehet gyűjteni. És így szól az első kérdés a harmadik fordulóban. Melyik partszakasz közelében találták meg a Titanic roncsait? Újfundland, a Spitzbergák vagy Izland partjainál? Hát ott, ahol elsüllyedt, Újfundland partjainál a... Ki volt az a néprajztudós, aki a világon elsőként használta a fonográfot népzene gyűjtésére? A. Kodály Zoltán, B. Rajta László, C. Vikár Béla. A helyes válasz pedig
Vikár Béla volt a C-t kellett nyomni. Mi Afrika legnyugatibb pontja? A honfok, a zöldfok, vagy a jó reménységfok? Legnyugatabbra a zöldfok található. Honnan került az európai nyelvekbe a tetoválás szó? Így szól a következő kérdés. A. Tahitiről, B. Peruból, C. Elefántcsontpartról. Ez a szó Tahitiről került ide, az A válasz volt a jó. Ki nem élt még a csillagok háborúja ősbemutatójakor? Nem élt még Natalie Portman, Ewan McGregor vagy Liam Neeson? Hát nyilván a legfiatalabb, Natalie Portman. Túl vagyunk tehát a harmadik fordulón, megmutatjuk most csak önöknek otthon, hogy hogy állnak a játékosok, kinek mennyi pénze van. Íme! Mi történt Erikával? Elsőből utolsó lett, és bizony most blöffölnie kell, vagy nem maradhat. Lizi többet rontott, mint korábban, de maradt a második. Miklós megint az utolsó előtti helyen végzett. A tűzzel játszik. Végre az élen gondolhatná Gabesz, aki most átvette a vezetést. A játékosok számára nehéz forduló után. Miklós, itt volt egy olyan szép kérdés, az utolsó, a csillagok háborúja. Hát ugye ez sokaknak egy nagy élmény, gondolom neked is, hogy ki nem élt még a csillagok háborúja ősbemutatójakor. Ugye itt volt Natalie Portman, Ewan McGregor, Liam Neeson. Mond ez a név neked valamit? Valamelyik a három közül? Hát persze. Igen? Hogyne. Ewan McGregor? Én nekem a Natalie Portman az mond valamit, mert az a helyes válasz. Aha, hát ezt tudjuk. Igen. Logikus. Aha. Logikus. Igen. Majd Lizi megmondja. Nekem abszolút mond, az összes részt láttam. Csillagok háborúja. És ki az a Ewan McGregor? Egy harcos. De mi volt a film a neve? Azt nem tudom. És láttam mindegyik láttam. Erika? Én azért kíváncsi lennék, hogy a Miklós a tetoválásról hogy vélekedik, tehát aha, azért... Szerintem van egy a tarkóján. Na. Ki tudja, melyik fog merre található? Hát a zöld fok az északon, a másik kettő az pedig délen. Úgy érzem magam, mint a földrajzórán. Már honnan nézve? Északon. Mikor hát az a válasz volt, hogy legnyugatabbra van? Afrikai kontinens nézve. Tehát az volt a kérdés, hogy melyik van a legnyugatabbra. Ugye Afrikának a legnyugatibb. Hát jó, mindegy. Ott van a zöldfoki szigeteknél is. Hát innen kapta a nevét nyilván. Na jól van, kedves játékosok. Egy fontos ponthoz érkeztünk. Valakinek mennie kell. Ez sajnos minden forduló végén így van, úgyhogy lépjetek előre a pánik gombokhoz. Hát nem csak Miklósnak, mindenkinek adunk egy esélyt, hogy még gondolkozzék, mit fog tenni a következő néhány percben. Addig azonban Balázs a nézők számára felajánl 500 ezer forintot. Így van, erre legalábbis lehetőség van, hogy megnyerjék önök otthon a képernyő másik oldalán. Amennyiben egy héttel legalább 5 kérdésre helyesen válaszolnak, és elküldik nekünk a helyes válasz betűjelét, a 1799-es SMS számra így nyerhetnek 500 ezer forintot. Nézzük a mai kérdést. Hogyan nevezzük a tenger alatt járó kémlelő távcsövét? Ez a kérdés. A. Kaleidoszkóp, B. Teleszkóp, C. Periszkóp. A helyes válasz betűjelét küldjék el nekünk a 1799-es SMS számra, és egy héten 5-ször megteszik, 500 ezer forintot nyerhetnek. Sőt, ha valamelyik kérdésről esetleg, ne adj Isten, lemaradnának, az sem baj, mert ha a mostani kérdéssel adásunk végig helyesen válaszolnak, akkor a többi kérdést elküldjük önöknek SMS-ben, csak hogy el tudják nekünk küldeni a jó válaszokat. Köszönöm szépen, milliók nevében, és ha már millióknál tartunk, a játékosok pedig nem sokára milliókról fognak dönteni, de hát addig még egy kis időnk van, önöknek reklámozunk, mi pedig ezt megvárjuk. A mi ünnepi ajándékunk karácsonyi telefonok 10 000 forint kedvezménnyel. Beszélj rajtuk 12 hétvégén keresztül hálózaton belül díjmentesen. Ez a te pillanatod. Vodafone.
Sok kicsi sokra megy. Hozd el összegyűjtött 1 és 2 forintosairat a K&H gyógyvarázsgyűjtő ládákba, bankfiókjainkba, és támogasd vele a kis királyok gyógyulását. K&H. Dönts okosan. Nyolc Renault modell ért el 5 csillagos minősítést az Euro NCAP töréstesztel. Válasszon a Renault biztonságos modelljei közül. Renault Megane limuzin klímával már 2.999.000 forinttól. Ha szervezetünk magnézium szintje csökken, kimerültebbek, ingerlékenyebbek vagyunk, annyira feszülté válunk, hogy szét tudnánk robbanni. A Magne B6 pótolja a hiányzó magnéziumot, szedése segítséget nyújt stressz helyzetekben. Magne B6, már extra változatban is. A kockázatokról és a mellékhatásokról kérjük, olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Mintha ez az egyetlen ünnep létezne. Muszáj most kérniük a tutival, mi? ADSL fillérekért, ajándékkal. Ipornano digitális fényképező. Kicsit túl van spirázva ez a karácsony, nem? És nekem, nekünk kiörül majd. T-Online. Gratulálok. Na. ADSL már havi 2990 forinttól, ajándék iPod Nano-val vagy digitális fényképezővel. Hidd a 1412-t. Egy bosszantóan jó ajánlat a T-Online-tól. Üdv a Hervisnél, ahol tombol a tél, és eszméletlen sok a síléc. Hé! Ahó! Ahó! Na szép, elkezdték nélkülem. Atomic GSR részkarbon kötéssel együtt. A szép síléce a Hervisben. Hervis. Mozdulj meg! Ott a víz tele van ásványi sokkal. Komolyan? És az jót tesz a fogaknak. Na hát, ezért tartalmaz az új Colgate Herbal ásványi sokat és gyógynövényeket is. Az ásványi sok erősítik a fogzományzat és egészségesebbé varázsolják a fogakat. Bebizonyítsam? Hűha! Új Colgate Herbal ásványi sokkal. Természetesen az egészséges és erős fogakért. Colgate. Kérdezze fogorvosát. Hűvös az ágya. Imetek ágymelegítő, és mindig előre bemelegített ágyba fekhet. Imetek, innovatív elektromos háztartási készülékek. Te is az internet csábításának most havi 1980 forintért, és a modem 0 forintért lehet a tiéd. Pannon, közel hozzád. Ne engedj a torok fájásnak. A Mebukoin Lágyzsalatin pasztilla kettős hatásának köszönhetően gyorsan megszünteti a fájdalmat, és fertőtleníti a gyulladt torkot. Mebukoin pasztilla. Ne hagyd, hogy a torok fájás győzzön. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Minek jöttünk ide? Közvéleményt kutatok. Tegye föl a kezét, aki hallotta, hogy jó árasítottam a tányéros tévét! Látod, nem tudják! Most azt tegye föl a kezét, aki nem hallotta! Bátori. A Bátori úr nem számít, a többinek meg nincs tévéje. Új sok csatornás alapcsomag a UPC Direct-től már havi 2700 forinttól. Részletekért megrendelésért hívja a 1221-et, vagy rendeljen online. Új életek Bellissima Creativity. Sima vagy hullámos haj. Egyetlen simítással. Légy te is Bellissima. Egy Bellissima termék megvásárlásával megnyerheted a kényeztető hétvégét és egy új frizurát hajastól. Vagy a 10 ajándékcsomag egyikét. Részletek a weboldalon.
A bélflóránk sérülékeny. Természetes egyensúlyát számos tényező veszélyezteti. A fertőzések és az antibiotikumok szedése okozta károsodás tünetek is jelzik. A hasmenés, a puffadás és a hányinger. Ilyenkor a Normaflor regenerálja a bélflórát. Hamarosan megszűnnek a panaszok, és helyreáll a bélflóra természetes egyensúlya. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Citroën C4. Most ajándék téli gumigarnitúrával. Nagy téli készletakció. Most a legjobb ajánlatok közül válogathat a www.citroen.hu-n. El sem tudja képzelni, mi minden tehet önért a Citroën. Tedd igazán stílusossá az ünnepeket a Samsung E250-es telefonnal. Dominó csomagban most csak 19.980 forintért. T-Mobile. Mindkettőkre ráfér a pihenés. Na biztos, de külön-külön. Hogyhogy külön-külön. Úgyhogy én utazom el, te pedig itthon pihened ki magad. Nem viszlek magammal, egyedül megyek. Barátok közt, minden hétköznap 20 óra 40 perckor. Jó estét kívánok! Egy egész hetet együtt tölthetett a világ legszebb nőivel, a Fókusz egyik riportere Kurucz Róbert. A helyszín is káprázatos volt, Kínában egy egzotikus szigeten választották meg a világ szépség királynőjét. 106 lány indult a versenyen, köztük a magyar szépség, Bodri Krisztina is. Aztán a kulisszatitkok után Utasi Árpihoz, a Csillag születik kis mesemondójához látogatunk el. Igen, nagy a kontraszt, a csillogó-villogó világot jelentő deszkák és a vajdasági csantavéren élő kisfiú hétköznapjai között. De talán pont ettől olyan tündéri, pont ettől olyan őszinte, hogy mindenkinek belopja magát a szívébe. Hamarosan jönnek a részletek. A Fókuszt az RTL Klub kártya támogatta. Félsz? Csütörtök este. Az anyád pihen. Az Esti Showder bemutatja a nagy Lilliputi Show. A legkisebbek, a legtehetségesebbek, a legnagyobb kis emberek. Te magad is vezetsz? Igen, vezetek autót. Ez érdekes lehetett. Vadonatúj Pálmi, ma este. Úgy hittak a kis kaszanóba. Mit mondtak, mit szeretnek rajtad? Mert nem a méret a lényeg. Biztonságunkról az Őrmester Kft. Gondoskodik. Csillag születik, harmadik középdöntő, szombat este, itt az RTL Klubon. Nyerhet ezen a héten egy darab családi jegyet a december 29-i Csillag születik gálaestre. 1 millió forintot Unicredit bankkártyán. És a minden héten szavazók között kisorsoljuk Magyarország első új Fiat 500-asát. A szórakozás garantálva. Gyorsan még egyszer a nézői kérdés, ragadjanak telefont és küldjék el nekünk SMS-ben a helyes válasz betűjelét, amennyiben szeretnének nyerni hetente 500 ezer forintot. Nyilván sokan vannak ezzel így. Hogyan nevezzük a tenger alatt járó kémlelő távcsövét? Így szól a mai kérdés, a kaleidoszkóp, B teleszkóp, C periszkóp. A helyes válasz betűjelét pedig a 1799-es SMS számra küldjék el nekünk heti 500 ezer forintért. Köszönjük szépen! Hát elég régen volt már az, hogy emlékezhetnénk arra, hogy hogyan is áll a négy játékos, úgyhogy most felidézzük ezt néhány perccel ezelőttről. Erikának nullás sorozata után elkél a blöff. Lizi tartja magát a második helyen. Miklós egyetlen helyes válaszával rosszat sejthet. Gabesz viszont megtáltosodott, és az érre tört. De messze még a vége. Kérdés, ki lesz igazi pókerarc?
Hát ugye valaki megy, ez biztos, a kérdés csak, hogy pénzzel vagy üres kézzel. Több választás nem nagyon van. Erika, kinek tanácsolnád azt, hogy menjen? Odafordulhatsz hozzá neki, a személyébe belemondhatod. Ha ezt neked tanácsolnám, hogy menj. Nekem nagyon szeretnek a lányok, mindig őktől kapom ezt. Nem, de nincs az a férfias, magabiztos, határozott kisugárzásod, úgyhogy én úgy gondolom, hogy neked kellene menni. Nem vagy magadba biztos, és tutira nem tudtad. Hát én nem így érzem ezt. Jól hallottam, nincs férfias kisugárzása? Magabiztos és határozott kisugárzása. Hát szerintem elég férfias és egész jó kisugárzásom van. Mi kell Erikának, hogy férfi? A férfiasság szimbóluma a pocak, akkor igen, valóban. Igen, a görögöknél, meg a rómaiaknál az volt. Már segítek. Egy férfi. Így jó? Úgy jó. Parancsolj. Én nem veszem el innen a kezembe. Igen. Lizi, kinek mondanád, hogy menjem? Neked tanácsolnám, Gab, ezt, hogy menjél egyszerűen. Ne haragudj, de nem nézem ki belőled, hogy... És Miklós csak ott áll, és... Ezen a surranó pályán, így szoktuk ezt mondani, bele nem foglalkozunk. Ez a taktikája szerintem, tehát Miklós nem szerintem foglalkoz. Te így fogod szépen átsurranni. Miklós szerinted? Hát, én szerintem valamelyik hölgy fog elköszönni. Hölgyeim, uraim, kezeket a pánik gombokhoz. És kezdődjék a visszaszámlálás most. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Miklós nyomta meg! Miklós megnyomta a gombot! Jöjjön Miklós, beszéljük ezt meg! Hát Miklós, idézzük fel az utolsó 10 másodpercet. Mi zajlott be? Mi zajlott le önben? Hát ez az utolsó forduló, ez a, amin túl vagyok, nem úgy sikerült, ahogy elképzeltem. És akkor már tudta az első másodperc, hogy meg fogja nyomni? Igen. És nem nézte a többieket, hogy van-e ilyen szándék bennük? Úgy éreztem, hogy többet tudtak, mint én. Most megmutatjuk önnek a táblázatot, jó? Hogy ki hogyan áll, és arra kérem, hogy kommentálja azt, amit lát. Na nézzük! Hát az érzésem az nem csalt. Azon... És a tippem is szerintem jó. Tippem is jó. Hát maradjunk abban, hogy a tippje abszolút rossz volt. Ugye látja, hogy nem kellett volna kiszállnia? Nem azt mondom, hanem a végső eredményt tekintve. Eddig én a Gabest tettem első helyre. Miklós az Isten szerelmére nem kellett volna megnyomnia? Hát nem. Nos, hát hárman vagyunk most már csak játékosokat, illetően Lizi, Erika és Gabest, ketten közületek pedig most már csak egy ugrás attól, hogy bent legyen a ma esti döntőbe, és onnan esetleg tovább menjen vasárnapra a heti döntőbe. Itt az első kérdés már is. Na nézzük, melyik ételhez keresztik a tésztát? Így szól a kérdés. A. Szilvás gombóc, B. Strapacska, C. Lángos. A lángoshoz keresztik a tésztát, a C válasz volt a jó. Melyik madár neve szerepel Haydn egyik szimfóniájának melléknevében? A tyúk, a fülemüle vagy a hattyú? Hát aki nem tudná, Haydnnak van egy tyúk szimfóniája. Melyik számot kapjuk, ha egyenként összeadjuk az Aranybulla kiadásának évében szereplő számokat? A 7, B 8, C 9. A helyes válasz pedig az A volt, vagyis ez a szám a 7. Melyik a legkisebb területű szomszédunk? Szerbia, Szlovákia vagy Szlovénia? Területileg Szlovénia a legkisebb szomszédunk. Mi a súlyom? A. Egy növény, B. Egy madár, C. Egy rágcsáló. A súlyom
egy növény, az A volt a jó válasz. Hát igen, derekasan állták a játékosok. Most megmutatjuk a nézőknek, hogy kinek kellene majd a végén nyomnia íme. Lizi most összeszedte magát, csak egyet rontott és visszaállt a csapat élére. De figyelnie kell, mert nem sokkal vezet. Erika is jól teljesített. Viszont még mindig az utolsó, így megint meg kell vezetnie a többieket. Kérdés, hogy kabeszidegei meddig bírják a női túlerőt? Koedukát döntő elé nézünk? Hát hárman maradtatok, most már csak élesedik a dolog, ugye? Erika, azt gondolom te is érzed, bár mosolyogsz. De így azért ez most már kemény, nem? Hát szerintem ugyanolyan, mint eddig. Kérdések, pénz egyre válasz. Több? Hát a pénz... egyértelmű, a pénz hát az egyre nagyobb... több, sőt sok. Persze, itt már nagyon sokat lehet elvinni, nagyon sokat lehet bukni. Igen. Gabesz arckifejezése totálisan változatlan. Ugyanúgy tehát, érzem magam, mint az előzőekben. Semmi nem változik. Jó, várom, hogy mindjárt úgyis bekóstolnak. Szokásos. Tehát arra gondolsz, hogy a két nő rá is kit nagyon pasi, úgyhogy egyedül én vagyok. Lizi, neki akar menni ennek a... Én abszolút neki akarok menni. Hát igen, mint mondta, nem nézi ki belőlem, ugye első rögtön levette, hogy én biztos hülye vagyok abszolút ezek a dolgok. Például a Heidi szimfónia, nem tudom, tehát így Heidi egyáltalán megvan, hogy... Meséljen, milyen ez a szimfónia? Mint a tyúk, olyan hangokat ad, kip-kop, amikor csipeget. Melyik tételben? A harmadikban. A harmadik tételben? Az nem egy tánc tétel? De... Aha. Éppen azért, hogy lehessen rá jól táncolni. Értem. És aztán a negyedik tételben folytatódik ez a téma. Aha. Átviszi csak, mivel negyedik tételek általában gyorsabbak szoktak lenni, mint a harmadik, aki így kicsit gyorsabb tempóban. Akkor szerencsébb az az egy kérdés, amire tudtad a választ, ugye? Hát nem, zenei kérdés, végre eljött a te idő. Örültem neki, igen, mondjuk az egyik fordulóban, azt hiszem a másodikban is volt egy zenei kérdés. Hát jó, akkor két kérdés. De nem csak a zenei kérdéseket tudom választ, elég sok oldalú vagyok, úgyhogy... Na, például? Hát például az aranybulla is szerintem elég egyszerű kérdés volt. Azt minden általános iskolás gyerek is már tudja. Igen. Gabesz is, mert csak néz. Gabesz, mert az arany hulla? Szerintem igen. Szerinted igen? Hát az kiderül, hát van visszajelzés. Az biztos, hogy simán ment. Nem a szilvás? Szeretem. Nem, lángos. Szeretem hasonlóan. Pont nem régen ittem lángos valamiknak. Nem, én nagyon szeretek főzni. Fele-fele arányban van. Igen, és igen, tudom, hogy gondolom, ez se nézett ki belőlem. Lángost főztél már, lángost? Lángost speciál nem, de bármit. A szilvás gombotot kelesztettél már? Nem, mert azt nem kelesztik. Hölgyeim, uram, fáradjanak a gombokhoz. Már pedig valaki... Nek nyomnia kellene gombot. Gabesz is így látja, nem? Így. Na, tehát akkor meg fogod nyomni ezek szerint? Nem hiszem. Hát azt mondtad, úgy lehet, hogy nyomnia kell valakinek. Valakinek kell, de hát szerintem kettőtök közül szerintem te leszel. Szerintem meg nem. Ha nem... Lizi. Szerintem is ez két férfi között zajló interjú lesz. Nem hiszem. Na, kedves játékosok, ezeket a pánik gombokhoz. Nézzük, ki meg, ki marad. Induljon a visszaszámlálás. 9, 8. Erika megnyomja a két sárga aztán. Gabesz, Erika. Erika nyomja. 4, 3, 2. Gabesz! Megnyomta! Na gyere, Gabesz! Gyere! Nézzük meg, jól döntöttél, gyere! Hú, Gabesz! 700, mennyi? 730? Vagy valahogy így, ugye? Nem is valahogy így. Hát több mint 700 ezer forint. Igen. Igen, hát azért nagyon szép összeg. Hát igen, én úgy voltam ezzel, hogy nem is az, hogy erősnek éreztem a két lányt, végig magabiztos voltam, rosszul látták, hanem abban a pillanatban ott éreztem, hogy lehet, hogy stanszos volt, mert úgy láttam, hogy a mellettem lévőnek rajta volt végig a keze, aha, csak már azt hiszem két másodperc Erikára volt. Gondolsz, ugye? Igen, és így akkor jött egy érzés, hogy most talán jobb, és akkor nem üres kézzel megyek haza. A kérdés csak az, hogy jókor nyomtál-e vagy nem. Szerinted? Hát, lehet, hogy nem jókor nyomtam. Ezt most miből gondolod?
Mondom, az bennem volt, hogy végig ott volt az ő keze, tudod, amikor én már hátra léptem, és lehet, hogy ő jobban érezte. És akkor mi jár a fejében az embernek? Hogy mindig nézed, hogy nyom-e a másik, vagy próbálod magad elhelyezni, vagy próbálsz számolni? Hogy... A barátnőmre gondoltam. Tényleg? Esküszöm. Na ez az, ami nem jutott volna eszembe, hogy az ember a csajára gondol, miközben ott áll, hogy nyomjon gombot. De nem, mert ő küld nekem energiát. De kár, hogy nem a Pista ül itt, már fölállt volna. Igen. Tudom, gondolom. Ő imádja, egy ilyet benyomtál volna neki, remekül szórakozhattunk volna. Megmutatom akkor neked, hogy jól döntöttél-e. Hát ez szívás. Hívhatjuk annak is. Igen. Hát ez van. Veszteni tudni kell. Te nem láttad Erika arcát, amikor ott álltatok a gomb mellett. Én láttam. Rettenetesen pánikolt, hogy te egy kicsit hátrébb álltál, és majdnem nyomott. Majdnem megnyomta. Ha két nem másodperc nyomsz, volt, amikor... Ha nem nyomsz az első másodperc, az utolsó másodperc, ő megnyomja. Ennyi múlik, te is tudod. Ennyi múlik. Ez a játék. Egy a lényeg, 235 ezer forint. Ez a tiéd, de ebből ma nem lesz 2 millió forint. Két hölgy, Erika és Lizzy. Ami itten a lényeg, hogy egy jó válaszért 90 ezer forintot adunk, és 5 kérdést teszünk fel. Így szól az első. Mi volt a címe a természetfilmes Steve Irwin híres tévéműsorának? A. Krokodilvadász, B. Oroszlánvadász, C. Cápavadász. A műsor címe Krokodilvadász A. Hol született a teniszcsillag Szeles Mónika? A. Az Egyesült Államokban, B. Svájcban, C. Jugoszláviában. Szeles Mónika Jugoszláviában született, a C válasz volt a helyes. Melyik hídon mehetünk át az Arno folyó felett? A Ponte Vecchio, a Ponte Rialto vagy a Ponte Mazzinin? Az Arno folyó felett a Ponte Vecchio húzódik. Melyik filmjéért nem kapta meg a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat Clint Eastwood? A. Millió dolláros bébi, B. Nincs bocsánat, C. Célkeresztben. Ez a film pedig a Célkeresztben volt, a C válasz volt a helyes. Hány farkassal találkozik Piroska a Grimm mese teljes változatában? 1, 2 vagy 3? Hát két farkas van benne. Nos, hát megmutatjuk akkor önöknek, hogy hogyan végeztek a játékosok, de ez még ugye nem azt jelenti, hogy ki van ott a vasárnapi heti döntőben. Íme az eredménytábla. A különbség óriási a két hölgy között, ami bizony Lizzy elsőségét jelenti, de tény, hogy Erika már kétszer megmenekült, és ez neki adhat önbizalmat. Bejön-e harmadszor is a blöff? Hát, hölgyeim, Erika. Igen. Olyan magabiztosan tud mosolyogni, hogy az őrület. De biztos megvan az oka rá. Természetesen. Hogy sikerült ez a döntő? Úgy, ahogy a többi. Vagyis? Jól. Vagyis jól. Lizzy, azt láttam, hogy te folyamatosan még talán a kérdések közben is figyelted Erikát végig. Ugye? Mit láttál rajta? Vagy miért figyelted ennyire? Hát már kezdi elveszteni a póker arcát. És figyeltem, hogy tehát amikor látja a kérdést, akkor mi lesz a reakció, és nem éreztem annyira biztosnak. Tehát meg arra is volt időm, hogy kérdés meghalva még másikat figyeljük. Miből gondolod, nem hogy kezdem elveszíteni a póker arcomat? Eddig is engem figyeltél, akkor ezek szerint tartottál? Mindenkit figyeltem, igen. És volt időd arra, hogy mindenkit figyelj? Volt. És nekem eddig póker arcom volt? Hát igen, az első két az fordulóban mindenképpen. De most már kicsit... De az mit jelent, hogy nekem póker arcom? Hát ön cool voltál, tehát kiegyensúlyozott. Most ezt abszolút észrevettem, és én biztosan fogom megnyomni a gombot. Én még sem. Egyszer? Ja, hogy biztos nem fogja megnyomni a gombot. Én nem fogom. Úgy értette, hogy biztosan meg fogom nyomni a gombot. Igen, de erre Erika is... Szeretném úgy érteni. Erika, te is mondtál erre valamit? Hogy én sem. Hogy én se. Akkor jól hallottam. Igen. Aha. Lizzy, ez a két farkas, ez hogy volt? Én egyről tudtam, sokan szerintem, de hol jön a második farkas? Az más. Aha.
De jó, van egy farkas, oké. Az erdőben találkozik vele. Már a másodikkal? A mi farkasunkkal is. Igen, hát az én farkasommal is az erdőn találkozik. De azt hiszem, ez áthalláson. Csak finoman. De hogy két farkas van benne, az már egy pozitív fordulat. Igen, két farkas, egy piroska, szóval hogy van ez a mese? Hát amikor piroska az erdőben megy, igen, akkor két farkas szólítja le először. Egyből két farkas támadja meg szegény piroskát? Hát nem támadják meg, csak próbálják már ott elcsalni. Aha. Hát én ezt nem így tudom. Mondja Erika. Hát én úgy tudom, hogy először az egyik, és miután már majdnem odaért a nagymamához, akkor a másik. Hát és az nem az erdőben a két farkas? De nem egyszerre a két farkas, hanem külön-külön. Te azt mondtad az előbb, hogy egyszerre a két farkas hát megszólítja. Hogy az erdőben. Az erdőben, de külön-külön a két farkas. Mindegy, az a lényeg, hogy kettő. Nem mindegy. De hát szerintem sem mindegy, szóval ugye ebben a konkrét esetben meg kellene a két farkasnak beszélni, ki az első és ki a másik. Igen. Főleg, hogy én úgy nőttem föl, hogy egy farkassal tudtam. Tehát, igen, hogy ez valami óriási tévedés. Na mindegy. Apukám, fog még téged érni az életben más, igen, csalódás is. Mindig van ott egy idősebb farkas, akinek utat kell engedni. Majd megmutatja neked, hogy kell. Érted? Na. Hát, kedves játékosok, egy utolsó pillantás szerintem a monitorra. Sok 100 000 forintról van szó, tessék jól meggondolni. Szerintem egyébként ez már lehet, hogy eldőlt, hogy ki nyom, ki nem nyom. Szerintem a fejekben már ott a döntés. És közben lépjetek előre a pánikgombokhoz. Erika, maga szerint hány forintja van Lizinek? Nem tudom, remélem, hogy kevesebb, mint nekem. De mondjon egy számot. 600 000. Lizi. Hát annál sokkal több. Hány forintja lehet Erika? Nem azt kérdezem, hogy magának mennyi van. Elég is, hogyha gondolod, elmondhatod, mennyi van. Maga szerint Erikának mennyi van? 700 000-800 000 körül lehet. Aha. Hölgyeim, mindjárt dönteni kell. Ezeket a pánikgombokhoz legyenek szívesek, ahogy gondolják. Mert a végső visszaszámlálás most lesz. 10. Jó játék, gyere kicsit közelebb nyugodtan. Erika, neked is gratulálok. Szabad egy puszit nekem is? Ez ugye azt jelenti, mivel Erika megnyomta a gombot, Lizi ma elvisz 2 millió forintot, és visszajön vasárnap a heti döntőbe, ott már 7 millió forintért harcolhat a Lizi, és ez nagyon-nagyon nagy dolog. Erika, igen, szerintem elkövetett egy hibát. Ne idegesítsen. De, elkövetett. Eddig nem voltam ideges, most kezdek az lenni. Amikor én kérdeztem, hogy maga szerint Lizinek hány forintja van, igen, akkor mondott egy elég alacsony összeget. Ami nyilván azért alacsony, mert a magáéhoz képest alacsony. Ugye? Igen. Észrevette? Szerintem az hiba volt. Igen, valóban. Ami persze nem jelenti azt, hogy Lizinek valóban ne lett volna kevesebb, mint magának. Hát most már megmondom őszintén, hogy remélem, hogy több van, mint amennyi hát nekem van. Hát én azt elhiszem. De hát Erika, az a helyzet, hogy ha jól emlékszem, és jól emlékszem, jól döntött. Köszönöm. Úgyhogy gratulálok. Jó volt a nyomás. Lizivel önök találkoztatnak tehát vasárnap, ma 2 millió forintot viszel, Erika pedig közel 700 000 forintot. Körülbelül az is nagyon szép összeg. És ne felejtsék el, ha a szuper döntő szeretnének részt venni, itt egy telefonszám, ezzel jelentkezzenek. Viszontlátásra.
Partnereink Natuzzi, a stílus és kényelem világa. Zoli, a Sztár magazin. Az egyenlőnél nincs egyenlőbb. Legyen az esély abszolút érték. Babyliss, a profik választása. A műsorszám támogatója a Babyliss B-Liss termék család.